Kedves nézőink, folytatjuk Minket érdekel című közéleti magazin műsorunkat. Köszöntöm a stúdióban Dobó Zoltánt, városunk polgármesterét. Kezdjük csokolom, köszöntöm én is a nézőket. Polgármester úr, mióta utoljára beszélgettünk itt a stúdió körülmények között, hát eltelt több testületi ülés is, rendes is, meg rendkívüli is. Talán az egyik legfontosabb téma, hogy elfogadták a város költségvetését. Nem volt egy egyszerű, vitamentes napirendi tárgyalás, de átment, és Tapolca városa most már költségvetéssel rendelkezve vághat neki a 2018-as esztendőnek. Így van. Azt azért nagyon fontos tisztáznunk, hogy a város pénzügyileg stabil, kötelezettségeinket és az önként vállalt feladatainkat, meg az egyéb mindenféle város működtetésével kapcsolatos feladatokat természetesen finanszírozni tudjuk és el tudjuk látni. A vitáról pedig annyit, hogy én azt gondolom, hogy a vitának mindig helye van. Egy nagyon fontos feltétele kell legyen mindenféle vitának, hogy az a vita ne a vita partnerekről, a vitában résztvevő emberekről szóljon, ne az ő pozíciójukról szóljon, hanem arról szóljon a vita, hogy tudnak-e hozzátenni ahhoz, amiről beszélgetünk, vagy csak elvenni tudnak belőle. Ugye nagyon fontos ezt tisztán látnunk, hogy ki miért vitatkozik, és én mindenféle építő jellegű kritikai észrevételre abszolút nyitott vagyok, hiszen nem gondolom azt, hogy a tudás az kizárólagosan nálunk lenne. Azért van a képviselőtestület ülés, hogy ezt alaposan megvitassuk. Hát a nézők meg azért nézik, hogy el tudják dönteni, hogy ki miért vitatkozik. Vannak a költségvetésnek évről évre visszatérő állandó elemei, amikhez gyakorlatilag nem kell nagyon hozzányúlni, a számokat kell hozzáigazítani a való élethez, de az idei költségvetésben vannak nagyon nagy vállalásai Tapolcaváros önkormányzatának, és gondolok itt a helyi járat közlekedésre, vagy például a város üzemeltetési munkacsoportra. Így van. Az elmúlt ciklushoz képest, ami markáns különbség a városban, az három olyan kérdés, olyan feladat, ami a közvéleményt is nagyban érdekli, és azonnal érezzük a bőrünkön. Ez a helyjárat buszos közlekedése, strandüzemeltetés témája, illetve hát a városüzemeltetési munkacsoport megalakítása. Először is tudom, hogy már sokat szóra, de a megértést és a türelmét, meg a segítségét kérem a Tapolcán élőknek, hogy az észrevételeikkel, az építő jellegű kritikáikkal segítsék majd a munkánkat, akár a buszközlekedés kialakításában, akár a strandüzemeltetés kialakításában, hiszen ott csak egy évünk van, és hát azért persze egy év alatt is számtalan tapasztalat felhalmozódik, de hát azért mégiscsak azt gondolom, hogy akkor tudunk arról beszélni, hogy már megalapozottan tudunk tervezni, vagy következtetéseket levonni, hogyha 5-6, 8-10 éve üzemeltetünk egy strandot. Tudom, hogy a kollégáim mindent megtesznek, akik a költségvetést tervezik, alaposan számolnak, megpróbálnak megfogni minden fillért, hiszen ennek a berendezésnek, amit mi úgy hívunk, hogy strand, tehát ez egy bonyolult gépészeti összesség. Nem is akármilyen. Nem is akármilyen, így van. Tehát azt gondolom, nem is túlzás, mikor azt állítjuk, hogy ásványvíz, vagy ivóvíz minőségű vízben tudnak fürdeni a Tapolcára látogatók, vagy a tapolcaiak a strandunkon. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen szűrőberendezések, milyen vízgépészeti berendezések állnak készen azért, hogy az oda érkező kényelmét szolgálják. Hát ugye a buszos téma, a strand témája és a városüzemeltetési csoport témája az merőben új, eddig az előző testületeknek sem sok tapasztalatuk volt ebben, úgyhogy próbáljuk ezeket szépen lépésről lépésre javítani, megoldani ezeket a kérdéseket. Természetesen mindezt azért legfőképpen a munkacsoportot és a buszközlekedést figyelembe véve, mert közép és hosszú távon megtakarítást szeretnénk elérni, illetve a város kitettséget, a kiszolgáltatottságát szeretnénk csökkenteni ezzel. Nyilván alapos előkészítés után kerültek ezek be a költségvetésbe, nyilván megvannak a számok, hogy mire számít az önkormányzata az év végére, mi az, amit el kell rá költeni, és mi az, ami megmaradhat spórolásképpen a büdzsében. Így van, tehát maga a kiváltó ok is,
amiért mi megléptük ezeket a hát nem kockázatmentes lépéseket, az az volt, hogy akár a buszos közlekedés, a helyjárat közlekedés tekintetében, ami egyébként nem kötelezően ellátandó önkormányzat feladat, az egy önként vállalt feladat, de a város kiterjedését, meg a város elhelyezkedését figyelembe véve, hát csak most végig gondoljuk azt, hogy az új temető és a dobó lakótelep milyen távolságra van egymástól, akkor én indokoltnak félem ebben a pillanatban, a város terhelhetőségét is figyelembe véve, indokoltnak vélem azt, hogy belefogtunk abba, hogy igenis legyen buszos közlekedés, de a kiváltók, a legfőbb kiváltók az, az volt, hogy az előző évekhez képest megháromszorozott az a költség, amibe a városnak került. Tehát 16-ban még 12 millió forintot fizettünk ezért a vállalkozónak, és most pedig az Északnyugat-Magyarország Közlekedési Központnak, ha jól emlékszem, 38 millió forint körüli összeget fizettünk, és ebből az összegből kalkuláltuk aztán ki, hogy a buszok megvásárlása, amiket most mi idehoztunk, hát darabját 6 millió forint körüli áron sikerült megszereznünk, és a vételt is figyelembe véve, és a működtetés is figyelembe véve azt gondoljuk, hogy a második, harmadik évtől már az előzőekhez képest jóval olcsóbban tudjuk szolgáltatni a városlakóknak a közösség közlekedést. Polgármester úr, ingatlan eladásból nagyobb összeg érkezik, ha jól tudom, a város kasszájába, és ez a nagyobb összeg, ez a Vadacsony-Tördemici, hát ha így mondom, hogy mindenki így ismeri, a Lábdi Camping eladásából. Hosszú tárgyalás előzte meg ezt is. A Vadacsony-Lábdi-hegyi kempinget, ha jól emlékszem, 93 óta bérre a vállalkozó a várostól, és 2017-es esztendőben a bérleti szerződés lejárt, és hát körültekintően megnéztük, hogy érdemes-e megújítani, hogy és mint, és természetesen úgy kezdtük az egész kérdéshez való hozzáállást, hogy igazságügyi értékbecslővel, akit a közjegyző rendelt ki, tehát a közjegyző által kirendelt igazságügyi értékbecslővel felbecsültettük az ingatlan értékét, magának az ingatlannak a forgalmi értékét, illetve arra is megbízást adtunk, hogy megpróbálják meghatározni, hogy milyen bevételi lehetőségek, milyen működési bevételek mellett lehetne üzemeltetni ezt a kempinget. Ezek után természetesen, mint ahogy ezt, ennek lennie is kellett, mi meghirdettük, és szerettük volna ismét bérbe adni, de nem találtunk olyan ajánlatot, ami összhangban lett volna az ingatlan értékével, éppen ezért megpróbálkoztunk az eladással is. Na most, mivel a számok nem titkosak, ezért elmondom, hogy évente 5 millió forintért bérelte a vállalkozó a Baracsony-Lábdi-hegyi kempinget, ezzel szemben 457 millió forintért tudtuk eladni, szintén ugyanannak a vállalkozónak, aki eddig bérelte. Ez hozzávetőleg is 91 évnyi bérleti díj. Azt gondolom, hogy a város ezzel jó irányba lépett, hiszen mi nem tudjuk működtetni ezt a kempinget, viszont egy félmilliárd forintnyi, közel félmilliárd forintnyi vagyonelemet nem gondolom, hogy 5 millió forintért kéne bérbe adnunk évente. Félmilliárd forint érkezik a kasszába, majdnem. Mi lesz ennek a sorsa? Mire költi a város? Hát először azt gondoltuk, hogy nagyon pontosan, nagyon alaposan egyfajta tervet készítünk arról, hogy milyen hosszú távú beruházási lehetőségeket tudunk ebből megvalósítani. Hiszen gyakorlatilag úgy kezeljük ezt a pénzt, mint egy kötvénypénzt, tehát nagyon-nagyon-nagyon szigorúan, és kizárólag olyan dolgokat szeretnénk belőle finanszírozni, ami a város működtetés szempontjából valamilyen megtakarítást, vagy előnyt jelent az itt élőknek. Gondolok itt esetleg egészségügyi beruházásra, olyan műszaki beruházásokra, amelyekre amúgy nem lett volna pénzünk, és hát ebből én azt gondolom, hogy legalább 6-7 évig gazdálkodni kell ebből az összegből, ha nem tovább. Polgármester úr,
Múlt héten pénteken rendkívüli testületi ülés volt, és további ingatlanok eladásáról döntött a képviselőtestület. Milyen ingatlanokról van szó? Ki vásárolta meg, ezt lehet-e tudni? Mennyiért? És mi lesz a sorsa ezeknek az ingatlanoknak? Mivel nyilvános képviselőtestület ülésről beszélünk, ezért természetesen lehet tudni. Építőipari vállalkozók keresték meg önkormányzatunkat, és szeretnének a valamikor a laktanya területén, illetve valamikor a laktanya területéhez nagyon közel eső egykori varroda épületével valamit kezdeni. Ez a valami pedig nem más, mint egy társasház építése. A Reperál Kft. Keresett meg minket, és a valamikori varroda épületéből társasházat szeretne építeni. Ezt 30 millió forint értékben adjuk át a vállalkozónak, illetve egy másik vállalkozás, építőipari vállalkozás, a Vektorbau Kft. Pedig 3 ingatlant szeretne szerezni az egykori dobó laktanya területén, amit most mi déli laktanyaként apostrofálunk, és ott szintén társasházat, majd szolgáltató egységeket és esetlegesen munkásszállót szeretne kialakítani. Én azt gondolom, hogy ezek fontos közösségi célok, már csak azért is, mert egy hát több mint 10 éve üresen álló az enyészet által hát erősen igénybe vett épületekről beszélünk. Ezek nem csak pénzügyileg hasznosulnak, nem csak városképileg hasznosulnak, hanem lehetőséget teremtenek arra, hogy új családok költözzenek ide, vagy a már ott lévők az életkörülményeken tudjanak javítani, és nagyon bízom benne, hogy a szívnek, a szemnek és a közösségnek is egyaránt fontos beruházásokról beszélünk. Pont került el a, hát így mondom, hogy vitárius féle üzletre is, most már biztos, hogy hadi park lesz a laktanya területén. Igen, elfogadta a testület a vitárius úr ajánlatát. Egy közel 3 hektáros területen megvalósul. Én nyugodtan mondhatom, hogy közös álmunk, hiszen a hadi kulturális vagy hadi fesztivál Tapolca életében én bízom benne, hogy egy olyan fontos eseményét tudja majd kinőni magát, mint amilyennél például a Pisztránk Fesztivál vagy az ünnepi porhét is kinőtte magát. És hogyha figyelembe vesszük azt, hogy amit már olyan sokszor hangsúlyoztam, hogy miből szeretnénk mi itt egy kicsit előrelépni, mint város, akkor az a turizmus, és szükségünk van olyan egész évben látogatható turisztikai attrakciókra, ami hát a környéken, vagy esetleg még országosan is egyedülálló. Erre jók az adottságaink most. Hát nyilván figyelembe kell venni a saját adottságainkat, a lehetőségeinket, és úgy kell meghatározni önmagunkat. Hát itt van egy valamikor a laktanya területe, van nagy terület, hogy nyilvánvalóan egy ilyen hadikulturális vagy hadifesztivál kialakítása és folyamatos látogathatóvá tétele, az fontos számunkra. Bízom benne, sőt tudom is, hogy magas szakmai színvonalon fog megvalósulni ez a beruházás. Vitérius úr személye garancia arra, hogy hiteles és minden kornak megfelelően, vagy a modern elvárásoknak megfelelően tudja bemutatni azokat a haditechnikai eszközöket, vagy csatajeleneteket, ami szerintem mindannyiunkat érdekel, hiszen azt gondolom a legtöbbünk családjában még élnek olyan emberek, akik például a legutóbbi nagy háborúban sajnos valamilyen módon részesei voltak az eseményeknek. Úgy tűnik tehát, hogy akkor a laktanyában egy kicsit most megmozdul az élet. Az előbb felsorolt vállalkozóknak köszönhetően társasházak épülnek, egyéb épületek épülnek, nem beszélve a már ott működő kisebb-nagyobb vállalkozásokról. Most a haditechnikai park, és hogyha jók az információm, akkor lehet, hogy az idén még repülhetünk is a tapolcai repülőtéren, vagy legalábbis használható lesz már, mint repülőtér. Ugye ismerjük azt a kis gyermekdalocskát, hogy síppal dobbal nádi hegedűvel, tehát hogyha így nem megy, akkor úgy nem megy. A város pályázott a topos programok keretén belül a laktanyai infrastruktúra megújítására. Szerettünk volna vizet, villanyt, ipari szennyvizet bevinni oda, hát ezt a magyar kormány nem tartotta annyira fontosnak. Mi ezt sajnáljuk, annak a tekintetében is sajnáljuk, hogy Tapolca város lakói bizony rendes adófizetők, rendes emberek dolgoznak, részt vesznek az ország életében,
működtetik ezt az országot. Mi azt gondoltuk volna, hogy hát legalább ennyi kiárt volna nekünk, pláne annak a tekintetében, hogy Tapolcát kik és mennyire így vezették, és most a kormány is milyen színű. De hát ezt a kérdést elengedtük, megértettük, hogy náluk ez így működik. Akkor, hogyha nem megy így, akkor megy úgy, és mi más módon próbáljuk akkor hasznosítani a laktanyát, kisebb-nagyobb vállalkozásokkal fogjuk benépesíteni, illetve azokból az épületekből, a legénységi körletekből pedig megpróbálunk akkor ilyen módon lakói ingatlanokat létrehozni, és hasznosul, minden hasznosul a maga módján, csak hát nem mindegy, hogy időben mikor. Hiszen az állagromlás az keményen ott kopogtat mindig, és hát minél előbb neki kéne ezeknek a nagy legénység körleteknek állni valamilyen módon hasznosítani, mert hát aztán a végén csak egy téglahalom lesz, amit nekünk kell drága pénzére elhordatni. A napokban hát szóba került az internetes közösségi portálon a tapolcai laktanya, egészen más aspektusból. Tapolca, laktanya, migránsok téma körben, polgárstól mit szól ehhez? Hát én már 3 évvel ezelőtt is elmondtam a véleményemet, mikor fölmerült akkor, hogy ellenzéki városokat úgy büntetne a kormány, hogy az ellenzéki városok elhagyott gyári ingatlanaiba, vagy katonai objektumaiba migránsokat hoz. Én akkor elmondtam, hogy ez a város nem kér ebből, nem is fogjuk hagyni, meg fogjuk védeni magunkat, mint ahogy Tapolc eddig is megvédte magát, és hogyha kicsit a legmodernebb kori történetünket, a város történetet végiggondoljuk, nem fél Tapolc egy kicsit rebellisnek lenni, és az éppen aktuális kormányokkal néha-néha szembe helyezkedni, mikor a saját érdekünkről volt szó, a gyerekeink érdekéről. Ők lemaradtak egy kicsit, még 2015-ben elmondtuk, hogy mit gondolunk a laktanyáról. Én nagyon örültem volna, hogyha aki a laktanyával kapcsolatban most nyilatkozta, hogy ők megvédik, meg ide nem lesz, nem jön migráns, sorolhatnám, akkor elmondta volna azt is, hogy mint ahogy polgármester úr 3 évvel ezelőtt megmondta, bár találkoztam volna ezekkel az arcokkal akkor is, mikor a kórházat kellett volna megvédeni. Mert lett volna helye mellettünk. Polgármester úr, gorjunk át a város egyik másik felébe, és ez legyen mondjuk a Varackos lakópark. Igaz, hogy képviselőtestület elé nem került, de elég aktuális, a mi nap jártunk ott, mi is kameránkkal, polgármester úr is ott volt a hivatal munkatársaival egy bejáráson, amin hát feltérképezték, hogy milyen állapotban van az a városrész, ami most már mondhatjuk, hogy egyre népesebb, egy gombamód nőnek ki az új családi házak azon a részen. Ma már emlegettük Viterius György urat, aki a harckocsik szakértője. Ő mint egy tanpályát, vagy egy tesztpályát megirigyelhette volna néha a Barackosba bevezető út bizonyos részeit. De hogyha komolyra fordítjuk a szót, 100%-ban tökéletesen átérzem az ott élőknek a problémáját. Ha csak a biztonságos közlekedésről beszélünk, ha csak a kényelmes közlekedésről beszélünk, hogyha vagyonbiztonságról beszélünk, hogyha valakinek van egy működő autója, és ott naponta 3-4-szer elmegy, bár mondjuk a futómű beállítással foglalkozó vállalkozók nem járnak rosszul ilyenkor, de mindenképpen valami megoldás, még akkor is, hogyha csak átmeneti megoldás, kell találnunk. Találkozva az ott élőkkel megbeszéltük azt, közösen megállapodtunk abban, hogy próbálunk műszaki megoldásokat kitalálni, hogy itt már az, hogy murvával meghordjuk, meg betömjük, meg ilyesmi, azt úgy látom, hogy el lehet felejteni, és valamilyen drasztikusabb, vagy hát most ez kicsit aktuális, ez radikálisabb megoldásra lesz szükség, aminek természetesen hát komoly költségei vannak. Úgyhogy a megállapodásunk úgy szól, én adtam a kollégáimnak 2 hetet, hogy műszaki megoldásokat dolgozzanak, kitárjanak, felnézzenek, utána kutassanak, felsorolhatnám. Ehhez tegyenek árakat is, nézzük meg, hogy melyiket mennyiből lehetne megoldani. Megnézzük, hogy az önkormányzat mennyivel tud beszállni mindebbe, és akkor az ott élőkkel együtt megpróbálunk valamilyen összefogás eredményeként járható utat létrehozni egészen addig, amíg valamilyen csoda folytán le nem tudnánk aszfaltozni ezeket az utakat. Polgármester úr, érdemes most ennek nekiállni, hiszen ott lesz a tanúszoda is,
oda aztán most kamionok érkeznek, oda most hatalmas munkagépek hordják majd az anyagot, mondjuk, hogy mikor azt konkrétan nem tudjuk, de fel kell rá készülnünk. Hát egy alapkőletét erről én tudom, hogy kit kéne megkérdezni, de most ő nincs itt, és nem kérdezzük meg az alapkövek mesterét. Mi sokáig tárgyaltunk a Nemzeti Sportközponttal arról, hogy ez a tanúszó lesz, hol legyen. És mi azt gondoltuk, hogy a legjobb helyen a tanúszoda az a városi strandfürdő mellett lenne, hiszen jellegében ez a két intézmény erősíteni egymást. Aztán egyszer, mikor egy ilyen tanúszoda megépül, és az állam egy bizonyos idő után az atyai kezeit, a gondoskodását leveszi majd egy ilyen intézményről, egy tanúszodáról, akkor a helyi önkormányzatnak kell majd működtetni, fenntartani azt az intézményt. Ezért gondoltuk, hogy milyen jó lenne, hogyha egymás mellett lenne a kettő, személyzet tekintetében. De arról nem is beszélve, hogy a Rockwool volt olyan jó, és informálisan már felajánlotta, hogy az a 96 fokos hulladékvíz, ami egyébként csapvíz minőségű, az a 96 fokos vizet, azt ő nyugodtan oda merné adni, felmerni ajánlani arra, hogy ott egy valamilyen intézményt fűtsünk vele. Hát teljesen adná magát, hogy egy tanúszodát fűtsünk ezzel a hulladékhővel, hiszen óriási költség hányada a hőntartás és az épület fűtése, hogyha egy tanúszodára gondolunk. Valamiért a magyar kormánynak ez nem áll érdekében, vagy nem fontos neki, és éppen ezért a barackos lakóparknak a szélére szeretné tenni ezt a tanúszodát. Hangsúlyozom, örülünk a tanúszodának, kell a városnak a tanúszoda, de természetesen ezt mi nem teherként kívánnánk megélni, hanem a város szerves részeként kívánnánk a mindennapjainkba beépíteni, és igenis szeretnénk ezt gazdaságosan, vagy amennyire lehet gazdaságosan működtetni és elhelyezni. Ezért lenne fontos. Ha most oda kerül a barackos lakópark szélére, és el lehet képzelni, hogy azokon a viszonylag gyengébb burkolatú útakon behordják azt a sok százezer tonna építőanyagot, amiből majd aztán meg lehet építeni egy ilyen tanúszodát, hát ott az útjainknak is komoly károsodásokat kell majd elszenvednie. Egy csomó minden tervezési feladat is hárul a városra. Jobban örültünk volna, hogy ott kint van. Bízom benne, hogy talán még a választás után sikerül józan, paraszti észre hallgatva meggyőzni a döntéshozókat, és megváltoztatják ennek a beruházásnak a helyszínét. Hát úgy érdekes tényleg, hogyha a józan paraszti eszét emlegeti polgármester úr, hogy mondjuk ott a strand helyén egy furtkutból meleg vízzel lehetne táplálni a medencéket akár, és hulladékhővel fűteni, a barackosban pedig gázzal fogjuk fűteni, és vezetékes ivóvízzel lesz feltöltve hát a rendszer. Tehát ha már csak ezt nézzük, akkor már... Én ezt katonáktól hallottam, de nem tudtam, hogy a mai kormányzásra is igaz, hogy ami gömb, azt cipeljük, ami kocka, azt borítjuk, egész addig még gömbé nem kopik, mert ott utána kezdve azt, hogy cipeljük. Bízom a józan ítélőképességben, és nagyon fontos, hogy igenis tessék figyelembe venni a város érdekét. Polgármester úr, tudom, hogy a hivatal munkatársai gőzelővel dolgoznak azon, hogy újra gondolják polgármester úr javaslatára a régi temető működését. Lehet erről a már előkészítés alatt álló folyamatról valamit tudunk? Igen. Azért nagyon sokakat foglalkoztat ez a téma. Sokakat foglalkoztat a városban, a képviselőtestület tagjai közül is sokakat foglalkoztat. Az apparátusunk pedig ugye nap mint nap dolgozik ezzel a kérdéssel. És hát arról van szó, hogy lehessen-e újra temetkezni a régi temetőben, ha lehessen, milyen módon lehessen, kiknek lehessen, a sírhelyeket, a meg nem váltott sírhelyeket, hogyan lehessen felhasználni, a névtelen sírhelyekkel mi legyen, hiszen azt tudjuk, hogy itt egy több száz éves temetőről beszélünk,
és a régi temetőkataszterek, a régi nyilvántartások nem teljesen fedik le a valóságot. Vannak fehér foltok a nyilvántartásban, ugyanakkor a lakosság részéről pedig van egy jogos igény, hogyha a mi családunk 100 éve oda temetkezik, akkor mi továbbra is ezt szeretnénk megtenni. Én ezt is megértem, és ugye a lakossági igényeket kell hozzáalakítani majd, vagy lakossági igényekhez kell hozzáalakítani majd a szabályozást. Át kell gondolnunk, hogy 21 néhány évvel ezelőtt az akkori képviselőtestület miért hozta azt a szabályozást, hogy a már csak megváltott helyekre lehet temetkezni, és miért nem lehet most. Ugye akkor próbálták az új temető irányába orientálni a családokat, hogy oda temetkezzenek. Én meg azt gondolom, hogy amennyiben a szakmai és egyéb államigazgatási feltételei fennállnak annak, hogy lehessen temetkezni a régi temetőbe, én szeretném ezt a városlakók belátására bízni, hogy ki hová szeretne temetkezni. Hiszen ez egy rendkívül intim kérdés, nagyon mélyen érzelmi kérdés, és most a rendelet nem ad lehetőséget arra, hogy a meg nem váltott sírhelyekre koporsósan lehessen temetkezni. Végig fogjuk ezt gondolni, mert van egy markánsan megjelenő lakossági igény, végig fogjuk ezt gondolni, és megpróbálunk olyan döntést hozni, ami államigazgatási, a temető működtetési szempontból, közegészségügyi, sorolhatnám milyen szempontokból a legjobb döntés lesz, figyelembe véve a lakosság érdekeit és óhajait is egyaránt. Polgármester úr, finiséhez érkezett a települési arculati kézikönyv. Most már nem sok minden van vissza, beszélgetések leginkább vállalkozókkal, arról, hogy milyen portálokkal, milyen teraszokkal, milyen dekor elemekkel lehet feldobni egy-egy üzletet itt Tapolcán. Erre szabályozás fog születni, szabályozás született. Igen. Az alapgondolat, ami életre hívta ezt a beszélgetést, amiről ön az imént szólt, az ugyanaz, mint a temető esetében, hogy ugye van egyfajta szabályozási elképzelése a hatóságnak, ez esetben az önkormányzatnak, és ugye van maga az élet. És azt szeretnénk, hogy az érintettjeivel, a település arculati kézikönyv által megszólított vállalkozókkal, társasházakkal, ingatlan tulajdonosokkal tudjunk beszélni, meg tudjuk hallgatni azokat az elképzeléseket, amik bennük megfogalmazódnak, miután megismerik a település arculati kézikönyvnek a vonatkozó részeit, és mivel ezt a testület fogadta el, a testület tud is ezen változtatni, és azt szeretnénk elérni, hogy hát kirostáljuk azokat a település arculati részeket, dolgokat, ami hát esetleg talán gicsbe hajlik, vagy túl csiricsáré, vagy valahogy nem illeszkedik, de igazából ez sem mint hatóság, persze természetesen hatóságilag fogunk eljárni, de nem rá kényszerítve a tulajdonosokra, a vállalkozókra ezt, hanem egy közös álláspontot kialakítva megbeszélni közös sorsunkat, közös életünket, az életünk eseményét átbeszélve, hogy igenis, persze legyen kirakatot, tudjál kipakolni, legyen jó neked is, de legyen jó a szemnek is. A kettő együtt működjön, nyilván mi is adunk, mi is föladunk esetleg bizonyos elképzeléseinkből, kérünk téged, hogy te is értsd meg a mi elképzelésünket, és szülessen egy olyan megoldás, hogy a álláspontok egyre-egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Azt szeretném, hogyha mindenki egy kicsit majd a sajátjának érezni azt a szabályozást, amit aztán esetleg egymástól is majd számon tudnak kérni, természetesen a jó szomszédság keretein belül. Polgármester úr, nagyon sok minden történt a belvárosban, hogyha az arculatról beszélgetünk már a homlokzat témában, és úgy tűnik, hogy folytatódik ez. Most éppen a Hősök terén újul egy homlokzat, de tudom, hogy tervben van másik is. Merre lesznek a következő lépések? Titok. Titok. Lesz tárgyalások kérdése, hiszen pénz a szűk keresztmetszet, és a társasházak tekintetében tudni kell, hogy nem túlskálnak a társasházak anyagi javakban. Éppen ezért
hát mi is óvatosan teszünk vállalásokat, de szeretnénk még idén a most megújuló homlokzaton kívül, amiben egyébként szeretném megköszönni magának a társasháznak a segítségét, az ott lakóknak a segítségét és a Fazekas Róbert közös képviselő segítségét, illetve hát nem utolsóban a kivitelezők segítségét is, hogy meg tud újulni ismét egy társasház, és akkor tudunk mi hatékonyak lenni, hogyha ilyen közösségekkel és ilyen partnerekkel tudunk együttműködni, hiszen nem az önkormányzat 1/1-ben egyedül szokta kifizetni ezeket a homlokzat felújításokat. Az önkormányzat mint egy katalizátor szokott megjelenni ezekben a kérdésekben, természetesen komoly anyagi vállalással is, és így tudunk előre menni, hogyha az a társadalmi közösség nem csak gondolatban, de esetleg még anyagilag is fogadóképes a mi ötletünkre. Tárgyalunk két házzal, és jelen pillanatban meglátjuk, hogy melyiknek tudunk nekiállni, és próbáljuk szebbé, komfortosabbá, egy jobb érzést adóbbá varázsolni a belvárost. Elsősorban olyan házakra kell gondolni, ahol az önkormányzatnak magas tulajdoni hányada van, ott tudunk legkönnyebben beavatkozni. Pagánstól már emlegetett pályázatokat a laktanya kapcsán, ott pont egy meg nem nyert pályázatot, de azért vannak nekünk megnyert pályázataink is, meg beadás előtt álló pályázataink, és most hogy állunk pályázati kérdésben? Pályázati csoportunk ugyanúgy egy nap alatt éve dolgozik. Nemrégiben kaptunk értesítést arról, hogy mintegy 290 millió forint értékben nyertünk támogatást a város központ egy bizonyos részének az átépítésére. Hát ez a valamikori szökőkút, a Szörny és környékéről van szó. Most meg kell vizsgálnunk azt, hogy ez a pénz mire elegendő, hogyan tudnánk felhasználni, át kell tekintenünk a felhasználás módját, és utána fogunk döntést hozni arról, hogy belefogunk, akkor milyen módon fogunk bele, mit teszünk bele ebbe a megvalósításba. De szeretném elmondani, hogy közel kétszer ennyire pályáztunk két évvel ezelőtt, és hát a két évvel ezelőtti pályázati összegnek egy kicsivel több, mint a felét nyertük meg, viszont azóta szerintem kétszer annyi kerül minden. Ugye az építőiparnak van most egy olyan sajátos helyzete, hogy a munkaerő hiány miatt nagyon-nagyon elszabadultak az árak, és nem tudom most, hogy ez még mire lesz elég, meglátjuk, végiggondoljuk a helyzetünket. Aztán van még egy, amiben a döntés előkészítés megszületett, vagy döntést előkészítettük, és remélem, hogy a képviselőtestület is majd támogatja. Ez a zsidó temető pályázata. Itt maximálisan 20 millió forint nyerhető el a temető rendbetételére, vagy részleges rendbetételére. Ugye azt el kell mondanunk, hogy olyan síremlékek, és nyugodtan mondhatom, hogy történelmi vagy művészi értékükben is jelentős síremlékek találhatók a régi zsidó temetőben, ami miatt feltétlenül indokolt azoknak a megmentése. Itt szeretnénk a rég leomlott kőkerítést helyre tenni, azt a kisebb fajta erdőt kiirtani, ami azóta a temetőben kinőtt, esetleg a gondnoki lakást rendbe tenni ebből a pályázati pénzből, és hát együtt működve azokkal a személyekkel, akik még fontosnak tartják, hogy ez a temető működjön, hiszen ez egy működő temető, amiről még most nem is beszéltem, és egyben vallás és világnézet felett megegyezhetünk, hogy az elhunytjainknak a végtisztesség mindenképpen jár, a nyughelyük legyen olyan, amit csak meg tudunk adni. Ez teljesen mindegy, hogy milyen temetőről beszélünk, hát ugye ugyanilyen szellemben döntöttünk tavaly úgy, hogy az új temetőben a ravatalazót szépen rendbe tettük, ott a fából készült szerkezetet, illetve tehát elkezdtük egy kicsit kicsonosítani a régi temetőben is a ravatalozót, bár ott szerintem a középtávú jövőben komoly lépéseket kell tenni, mert hát az idő eljárt az ottani ravatalozó felett. Magástól van még egy olyan pályázat, ami hát hasonló cipőben jár, mint ez a Városközponti Rehabilitációs Pályázat. Nyertünk is, meg nem is nyertünk, de nem elég az egész megvalósítására, ez pedig a gimnázium. Sokan várják, hogy mi lesz a gimnázium
pályázatának a sorsa, lesz-e felújítás, ha lesz, milyen ütemben, hogyan? Sokak között ott vagyok én is. Megvizsgálunk minden lehetőséget, hogy és mint tudjuk a nyert összegből a gimnáziumot rendbe tenni. A gimnázium kérdése jóval túlmutat magán az épületen. Itt a városunk sorsáról, a gyermekeink lehetőségeiről és a tapolcai közösség túléléséről beszélünk, mikor a gimnázium sorsát emlegetjük. Én egyet kijelenthetek, hogy ami elkövethető, azt el fogjuk követni annak érdekében, hogy megvalósuljon ez a felújítás. Megmozgatunk minden követ ennek érdekében. Tárgyalunk folyamatosan több vállalkozóval. Ugye arról van szó, hogy nyertünk 270 millió forint körüli összeget arra, hogy a gimit ebből energetikailag megújítsuk. Nyilászárót cseréljünk, napelemeket tegyünk az épület tetejére, leszigeteljük, újra színezzük. Hát ez is egy két és fél évvel ezelőtti ár, amire beadtuk. Hát a jelenlegi kormány nem kapkodta el a döntést, és két és fél év alatt sikerült meghozni ezt a döntést, de már megvan, ennek is örülünk. Csak hogy a 270 milliós beárazáshoz képest a legolcsóbb indikatív árajánlat, mikor kértük, az azt hiszem 408 millió forint volt. Na most el lehet képzelni, hogy egy 17 ezeres város költségvetésében a feleslegesen szerteszana heverő 150-200 millió közül nem lehet válogatni, mert nincsenek ilyenek. Úgyhogy ez a szűk keresztmetszet, igen, kaptunk is, meg nem is. Hát majd alaposan meggondoljuk, hogy és mint, de megoldjuk ezt a kérdést. Polgármester, ha megengedi, akkor a következő témához egy vendéget hívnék ide polgármester úr mellé, és akkor tovább beszélgetnénk vele együtt. Rendben, jó, várjuk ezt a vendéget. Akkor várjuk kedves vendégünket, Sándor Lászlót, hívlak szeretettel. Laci, gyere, foglalj itt helyet nálunk. Szia! Hát kint jártunk tegnap a Volán telepen, polgármesternek is mondom, hogy nekünk már szerencsénk volt megtekinteni az új buszokat, amelyeknek ide érkezésében, megszerzésében nagyon nagy szerep hárult Sándor Lászlóra. És nagyon sokat emlegetik a nevét, polgármester úr is, országgyűlési képviselő úr is. Azért gondoltam, hogy csatlakozz hozzánk ebben a beszélgetésben, hogy akkor ismerjük meg egy kicsit jobban ennek a kapcsolatnak a hátterét, és hogy egyáltalán hogy érkeztek most konkrétan ezek a buszok Tapolcára. Köszönöm a meghívást. Hát ennek körülbelül 3 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt kezdődött az, hogy a Lajos megkeresett, és hogy azóta kapcsolatokat próbáljuk fejleszteni, és ott segíteni, illetve azt szerezni, amire a városban vagy a kórháznak szüksége van. És ez már köztudott, hogy van egy régi jó barátom, a Rudolf Eberwein, aki itt már volt szerencséje átmenni a polgármester úrtól egy elismerő oklevelet. És ez tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy amikor megtudtam azt, hogy az önkormányzat elidegeníti a telket, az üdülőt, kint Lábdihegyen, akkor elkerül, hogy mondtam a Lajosnak, hogy a képviselő úrnak, hogy na most csak úsztok a pénzbe, milyen sok pénzetek van a városnak. És akkor mondta, hogy nem lesz sok, mert ugye szeretnék a tömegközlekedést a város kezébe átvenni, ugye különböző problémák adódtak. És akkor úgy voltam vele, hogy felteszem a kérdést. És mi volna, hogyha felhívnám Rudit, mert ugye szó volt arról, hogy milyen sokba kerül itt a busz, és az előző üzemeltető mennyire adja, és a többi, és a többi. És akkor mondja Lajos, hogy hát hívj fel, kérdezzük meg. Kérdez, nem kerül pénzbe. És akkor felhívtam a Rudi barátomat Regensburgba, és olyan 2 hét múlva jött a válasz, hogy igen, van 7 darabot selejteznek ki, amit kérünk, és akkor rákérdezett a Rudi, ülsz vagy állsz? Mondom, miért? Mert ugye mondtam neki, hogy ha lehet, akkor a büdzsé nagyon véges és szűkös, akkor olcsóban, minden olcsóban lehetne megszerezni ezt a buszt. És akkor mondja, hogy hát májusban lettek ezek a buszok felújítva, mechanikusan, tehát motorikusan, és az 6000 euróba került, és csak ennyit kell kifizetni az önkormányzatnak.
Hát köztudott, hogy mondjuk 1 millió 800 ezer forintja egy valami rólógép járművel se lehet, személykocsit se lehet kapni. És ugye mindjárt én annak, mint egy gyerek, mikor örül karácsonykor, felhívtam azonnal a polgármester urat, és elújságoltam neki a lehetőséget. És utána ezek felpörögtek ezek a dolgok, akkor összeállt egy csapat, hogy a Léva József, a polgármester, az András, aki a Kft-nek az ügyvezetőigazgatója, meg egy szakember, és akkor kimentünk, megnéztük, és a szakember alá ment a busz alá, úgy értve, hogy fel volt téve magaslatra, és lehetett vizsgálni. Azt mondja, gyerekek, ezen nem találok semmit, ez nincs egy olajfó, pedig nem maiak már ezek a buszok, ugye, meg van a futás teljesítményük is, és kívül belül esztétikusan is nagyon jól nézett ki. Csak utána jött a lényeg, hogy akkor rendben van, kell, mennyi kell, már akkor olyan kedvesen és szívesen fogadtak a Rubiék, illetve váltott a ügyvezető igazgatójának a cégnek, hogy beszéljük meg, láttuk, hogy mi van, tudjuk, hogy mennyibe kerül, beszéljük meg, és akkor majd jelezünk vissza, hogy mi a szándékunk. És már ugye kettő darab állapodtam, hogy kettőt fog venni az önkormányzat, és hogy jöttünk hazafelé, akkor felvetődött a gondolat, hogy a Léva Jóba, illetve az Andrásba, hogy hát, hogyha ennyibe kerül csak, akkor vagy hármat, vagy négyet kéne, hogy legalább egy legyen tartalékba, és hogyha bármilyen történik, akkor lehessen alkatrészként az egyiket használni. Úgyhogy másnap én felvettem ismételten a kapcsolatot, és így lett belőle a kettőből három darab, úgyhogy, de most is kaptam már ezelőtt egy héttel egy értesítést a Dümelúrtól, és azt továbbadtam természetesen a lévai alpolgármester úrnak, hogy ősszel még négy darab van ebből a buszból, ebből a gyártmányból, ebből a sorozatból, hogyha még ősszel szükségünk lenne esetleg egyre, amikor ez kiselejtezik, tehát alkatrész gyanánt, ugye, mert neki ezek is, mert is megvan az a kritérium, hogy bizonyos ideig gyártanak hozzá alkatrészt, hogy ne legyen belőle később probléma, esetleg, hogyha gondolják, de természetesen az ár, az külön tárgyalást alapját képezi, úgyhogy itt is lehet még alkudni, illetve mert nem is egy rossz ötlet, hisz és sose lehet tudni, hogy mikor mi, és ezekhez már az új alkatrészek is elég drágák, egyáltalán, hogyha lehet esetleg kapni hozzá. Tehát ez volt mondjuk a rövid történet ennek a dolognak. Tehát én mindig azt szoktam mondani, az a mondtam, hogy kérdezni nem kerül pénzbe, üljünk le, és akkor majd adnak rá választ. Vagy azt mondják, hogy ülés beszéljük, vagy azt mondják, hogy sajnálom, de nem tudok segíteni. És én is örülök neki ennek, hogy így sikerült, mert azért nem mindegy, hogy egy busz megvesznek 5 millió forintért, vagy pedig három busz megvettek 6,5 millió forintért. Egyébként sokan hitetlenkedtek is az ár tekintetében, hogy ez valóban ennyibe kerül, de nyilván azért még plusz költségei is voltak az önkormányzatnak, ezeket haza kellett hozni. Itthon is azért még van forgalombehelyezés, hazaszállítás költségei, de mindezt figyelembe véve még így is azt tudom mondani, hogy igen nagy lelkű felajánlás volt a német partner részéről, és a szociális érzékenységéről, és egyéb jó szándékáról nagyon mély tanúbizonyságot tett azzal, hogy ennyire adta át ezeket a gépjárműveket számunkra. Az önkormányzat korábban is mindig vállalta a hazaszállítás költségeit, akármelyik adományról is volt szó, ha jól tudom. Így van. Tehát mindazok a Németországból érkező adományok, melyeket az előbbi kapcsolat felhasználásával sikerült hoznunk, akár kórháznak, akár a kollégium felszereléshez, bármihez, ott mindig az önkormányzat volt az, aki a szállítás költségeit fedezte, és az önkormányzat kötelékébe tartozó kollégák mentek kipakolni, és intézték ezeknek a szállítmányoknak a sorsát, de ami nagyon fontos, mindez nem tudott volna létrejönni anélkül, hogy Németországban lennének olyan partnereink, akik emberségből, kedvességből nem leselejtezett, nem a szemétbe való dolgokat, hanem gyakorlatilag majdnem, hogy az új legyenértékű dolgokat adnak át nekünk, vagy ingyen, vagy jelképes összegért. Hát volt szerencsénk tegnap sofőrrel beszélgetni, aki majd ott fog dolgozni az egyik buszon, és hát ő is elmondta, hogy kifogástalan, motorikusan is, és hát tényleg szemegyönyörködtető három darab busz érkezett, és ha jól tudom, akkor ezzel még nincsen vége, mert hogy érkeznek még majd adományok. Hát igen, a következő, amit szintén átadtam a jelentékeseknek, kaptam egy megkeresést, de ez is hosszú történetem a dolognak.
16-ban kint voltunk a Mentsen Glabai Kipaszervezet 60 éves évfordulóján, és ott is miért teszi fel az ember egy baráti társaságban a kérdést, hogy mint a Regensburg is megtörtént, hogy amennyiben fognak bezárni valamikor is kórházat, akkor számítsatok ránk esetleg, hogyha más nem, akkor legalább a betegágyakat és hozzátartozó felszereléseket, hogy megkaphatnánk. És ott már ígéretet kaptunk rá arra, hogy belátható időn belül, tehát most 2 éve volt ennek, fognak ott is bezárni egy kórházat, és annak az anyagát, amire esetleg igényt tartunk, azt megkaphatnánk. És múlt héten kaptam a Klaus barátomtól egy megkeresést, és leírta rá, hogy milyen műszereket, most nem tudom, lélegeztetőket, orvosi használati felszereléseket, valamint 134 darab ágyat, éleszekrényekkel, infúzióállványjal, úgyhogy ezt majd ki kell mennünk, meg kell nézni, már csak azért is, hogy ez nem egy-két kocsira fog felférni, hanem ennek a logisztikai részét meg kell szervezni, mert sajnos nem itt van, Holland határ mellett van ez a város, és onnat is, mint ahogy mondottam, megkaptuk a listát, hogy mit hozhatunk el. Ezen kívül még a Rudi barátom Regensburgban megemlítette, hogy múltkor kint voltunk, hogy kell még a locsoló tűzoltókocsi, mert ott is ugye, ahogy selejteznek ki, úgy van rá lehetőség, hogy kapjunk valamit, és mondtam, hogy igen, kell, szükségünk van rá, és hát a József Trojról, aki szintén a Rudinak volt a kollégája ugye a városi tanácsban, az is bekapcsolódott ebbe a segítségbe, ott is folyamatosan lesznek úgy kórházi ágyak, mint kórházi felszerelések, vagy például engem a törömmel tölt el, amikor Tapolcán megyek a városba, sétálok, és előtt évekkel, odakint úgy hívják, hogy rollátor, ez a kerekes támaszkodó kiszék, alig lehetett látni Tapolcán, most pedig, mint a polgármester is mondta, hogy ezeket a felszereléseket is az önkormányzat jóvoltából be tudjuk hozni a Tapolcára, és legyen az a szociális otthon, legyen az az orvos, a házi orvos, ugye szétosszák, és jól esik az embernek, hogyha látja azt, hogy hát olyan embereknek, akik erre rászorultak, mert nem két félébe kerülnek ezek természetesen, jó, használható, ilyen és ehhez hasonló dolgokat tudunk ajándékozni. Hiszen csak az kell, hogy ki kell menni érte, és haza kell hozni, és a logisztikát, az elosztás, ezt pedig itthon megszervezni és megcsinálni. Hát meg ehhez kell jó barátság, jó kapcsolat, hát hosszú évekre visszamenő kapcsolat, ami most így akkor Laci által megvan Tapolca és a németországi városok között. Hát Tapolca sok mindent viszonozni ebből nem tud, hálás lehet, és köszönetet tud mondani. Jönnek-e esetleg csoportok a nyáron, vagy a tavasszal, ahogyan szoktuk őket fogadni itt a városban? Lesz-e alkalmunk ismét köszönteni németországi ipásokat? Igen. Az előbb is mondta a polgármester úr, hogy legyen az búta, legyen az bármi, szoktunk hozni. Tavaly az egyik arany például annak, hogy mit jelent a barátság. Amikor, hát ti is ott voltatok, amikor a berliniek itt voltak, és hát a képviselő úr is fogadta őket, ugyanúgy, mint a polgármester úr is. És én a programból, hogyha ipások jönnek ide a Tapolcára, akkor mindig beleveszem előszeretettel a volt szolgálati helyemet, a Tapolcai rendőrkapitányságot. Van olyan nexusunk, hogy bármikor azt mondta a kapitány úr is, illetve a osztályvezető úr is, hogyha van ilyen, akkor szívesen megmutatják. És ott is ugye bementünk a kapitányságra, és hát sajnos még azok a bútorok vannak nagy többségében, amit még én is használhattam. És elsoroltam a fiúknak egy pár szóba, hogy nézzétek meg, hát ezért van az, hogy Regensburgból is hál' Istennek kapunk ajándékot. És mit az Isten, visszamentek a fiúk, és akkor 2 hónap múlva jön a telefon, illetve a fotó, hogy 6 darab ilyen kisebb helyiségekben lévő sparkasszének, OTP fióknak a bútorait elraktározták számunkra, hogyha kell, akkor menjünk, de legalább 2 kamionnal menjünk ki, mert annyi bútor lett, és annyit, mint haza kellene egyszerre hozni. Ugye. Tehát ezt is azért soroltam el, hogy ezek a csoport, akik itt voltak, ezek egy előfutárai voltak annak, hogy most szeptemberben, 2018. szeptember 7-től 14-ig fognak érkezni egy nagyobb csoporttal. 5 napig itt lesznek Tapolcán, ezt már úgy a polgármester úrnak, illetve a Riklaus képviselőről megbeszéltük, hogy amennyiben lehetőség lesz, akkor fogadják, legyenek olyan kedvesek. Alkalom lesz arra, hogy megköszönni nekik ezt az adományt. Itt fognak lakni a Pelionban, 3 napot pedig fenn leszünk Budapesten.
Tehát, ha szabad hozzátenni, csak erről sokan elfelejkeznek felnőtt emberek, hogy a barátság az nem egy irányú utca. Ez csak úgy, mert én is nagyon sok telefonhívást kapok, hogy itt járnak a környéken, segítsenek neki szállást szerezni, segítsenek neki programokat összeállítani, hisz nekünk is, magyaroknak is, hogy kimegyünk külföldre, a legnagyobb gond, ami legtöbbe kerül, az a szállás. És nyilvánvaló, hogy itt a Pelionban is, már utóbbi időben oda viszem őket mindig elszálláson, nagyon korrektul és nagyon készségesen segítenek, de ugyanúgy, mint az előbb is mondtam, az önkormányzat is bármikor szóltam és kértem, akkor mindig készséggel álltak rendelkezésünkre, úgy, mint tavaly szeptember is, és fogadták őket. Tehát ez a csoport fog egy olyan 30-35 fővel visszajelátogatni hozzánk ide, és ők is kérdezték, hogy amennyiben még szükség van bútorokra, akkor szívesen segítenek. Ezt mondjuk, hogy mondjam el még hozzá, tudni kell hozzá, hogy örökként Németországban kisebb, tehát évek óta már az online banking nagy divat. És a kisebb településeken ezeket a fiókokat bezárják, és ott nem az van, hogy na, vigyétek a bútort, oda rendelik a 40 köbméteres konténert, és amit mi elhoztunk, az belezúzzák. És ott is volt egy olyan anekdóta, hogy az egyik kolléga, aki kint volt, simogatta az asztallapját, és ez nem is lehet érezni, dolgoztak, de ugyanúgy a szekre is, akkor mondja az illetékes bank igazgató, hogy uram, ezen nem fárfágtak, hanem aláírtak neki egy szerződést. Tehát ezek azok a dolgok, ami jól esik, csak hát az embernek meg kell találni azokat a kapcsolatokat, és mint ahogy az előbb mondtam, a barátság az nem egy irányú utca. Ezen kívül jönnek még Hamburgból, július 18-án, 19-én szintén egy ipacsoport, de úgy jönnek, hogy ők lemennek motorra Romániába, és szintén megkértek azt, hogy már hát hamburgiek is többször voltak már itt, nálunk, és hogy ott is a szóbeszéd, ugye a Szájpa programra az a legjobb és leghasznosabb dolog, és mondták, hogy ha nem okoz gondot és tudunk segíteni, szerzünk nekik szállást, megfelelő szállást és programokat, akkor szívesen ellátogatnának két napra ide környékre. Természetesen ez már minden van fixálva, programok megvannak. Úgyhogy, de nyáron mindig akad olyan, hogy a közvetlen ismerős baráti körbe eljönnek, Pesten vannak, vagy máshol vannak, segíts már, egy borkóstolásra, vagy valamire. Ez egy természetes dolog, és a szlogenünk is az IPA-nál, hogy barátsággal szolgálni. Tapolca pedig nagy barátsággal várja. Azt hiszem, hogy ezeket a német barátokat, polgármester úr, mit tudna hozzáfűzni? Barátsággal és hálával egyébként, mert hát amit mi viszonozni tudunk, az emberi hozzáállás, hiszen azok a települések, amik itt szóba kerültek, azok győrméretű, tehát 200 000-es városokról beszélünk. Tehát nem tudunk velük pariba lenni, hogyha fogalmazhatok így. Egyben viszont föl tudjuk venni a versenyt, de ez nem is verseny, egyben tudunk partnerek lenni, az a tisztességes és barátságos fogadtatás és szeretet, amivel ezeket az embereket fogadjuk. És természetesen nagyon hálásak vagyunk azért a segítséget, amit tőlük kapunk a Sándor úr által. Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak nálunk, és hát természetesen mi meg kameránkkal mindig ott leszünk, amikor csoport érkezik, amikor adomány érkezik, és beszámolunk a nézőknek róla. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.